Sziasztok! Végre jött az idő, hogy megnézzük a Stadgate Train Station-t. Ugye ez a 2022-es Bricklink Designer program beli vasútállomás, ez volt az egyik legdrágább szed, de nekem emiatt tetszett meg az egész designer program, úgyhogy ezt megmutatom ma nektek. Maga a szett Pablo Sánchez Jimenez alkotása, aki megalkotta ezt a 18 pluszos 910.002-es számmal ellátott vasútállomást, ami több mint 4000 darabos, és az ára is igen borsos volt, 140 ezer forint környékén lehetett megvenni, de mint láthatjuk, elég sok mindent kapunk. Kapunk benne 9 minifigurát, kettő vonatot, és fontos, hogy sínelemeket is tartalmaz, tehát ez ténylegesen összeköttethető bármilyen LEGO vasúttal. Megmutatom nektek a hátát. A hátán jól látható a vasútállomás belülről, tehát ténylegesen ugye, kapunk két kisebb vonatot. Ugye ez a London Underground-ra, ugye ez a LEGO vonatnak a szimbólumával. Hát szerintem lesz matricánk bőven. Ugye ezeket is matricázni kell, szerintem ugye az állomás nevet is matricázni kell. Az óraelemet biztos, hogy nem. Kapunk egy szép üvegkupolát, felül egy ilyen kiülős teraszos résszel, meg ugye ott is. És ugye két peron, úgyhogy... Ja, és itt látom egy nagyon szép csillárt is kapunk. Szerintem igazán izgalmas lesz összerakni. Más nagyon nincs a dobozán, ez a megszokott szokásos fehér briklinkes doboz, úgyhogy bontsuk ki, és nézzük meg, hogy mit tartalmaz. Dobozban doboz, és egy 48x48-as alaplap, ugye erre kell majd felépítenünk a vasútállomást. Elég törékeny, úgyhogy nagyon vigyázok vele. Hát itt pedig, ugye még három számozott doboz, úgyhogy bontogatunk tovább. Ugye egy dolog, ami biztosan nem lesz benne, az az összerakási útmutató, ugyanis a Bricklinkes készleteknek csak digitálisan vannak ezek meg, úgyhogy azt az applikáción keresztül kell nézni. Ez az egyetlen hátránya ennek a Bricklinkes készletnek. Én szeretem a fizikai összeépítési útmutatókat. Láthatjátok, 59 zacskónyi legó van, és kaptunk csomagolatlanul, ugye, sínelemeket, és kettő ilyen elemet szerintem ez lesz a valamelyik platform vagy a tetőhöz, még nem tudom, majd megnézem, hogy pontosan mi. De 59 zacskóba van elrejtve a set, ami összesen 4028 darabot rejt, és megnéztem, 11 minifigura van a szedben, tehát az 59 zacskóban 11 minifigurát fogunk tudni összeépíteni, és ebben a szedben egyetlen egy vadonatúj jellemmel fogunk találkozni. Méghozzá ez a ten, tehát ez a, ez a homok színű ülés, minifigura ülés, ami eddig még nem volt. A matrica set szerencsére nem olyan nagy, mint gondoltam. Igazából ez egy teljesen tűrhető, ugye a vonatokra kell majd ragasztani meg az állomások nevei. És ugye az összerakási útmutatunk, ami nem létezik, hanem Ugye ott a QR kód, amit be kell olvasni, és akkor rakhatjuk is össze magát ezt a szettet. Nem tudom, hogy ti mennyire vagytok felcsigázva, de én nagyon elkezdem összerakni, és amikor készen vagyok, akkor megnézzük, hogy milyen részleteket is rejt ez a szett. Elkészültem ezzel a monstrummal, nem nagyon fér bele, a stúdium szabta keretekbe, úgyhogy így próbálok egy nagy totált mutatni nektek. Szerintem így is látszódik a szett egyik legérdekesebb része, ugye ez a felső kupola, amit ö, érdekes megoldással kellett összerakni. A legnehezebb része számomra mégis, ugye ennek a felső résznek a felépítése volt, ugyanis ezt így utólag kellett ráhelyezni, és... Ö, nagyon nehéz volt az, hogy először megcsinálni az egyik oldalt, és utána a másikat, és nagyon nehezen lehetett szerintem összepattintgatni, és én felemáson állt, és ugye föl volt építve, tehát nem az volt, hogy először felrakjuk, és utána építjük ezeket, hanem ezt meg kellett csinálni a kupola nélkül, és utána megcsinálni az oldalakat, feltenni, és a kupolát úgy ráépíteni, tehát többször is volt olyan, a szerkezet itt ott szétesett, ezt a lépcsőt például többször kellett itt összeépítenem, de majd meglátjátok közelről is, hogy hogy néz ki. Mert ahogy ugye kapta a nyomást az egyik elemtől a másik, meg ugye ez itt elég szűkös, uh, konkrétan ezek tartják a helyén. Tehát itt nincs egy ilyen merevítő váz vagy oszlopok belülről, ami ezt az egészet megtartsa. Tehát ezek a ezek is, hogyha látjátok, ezek ilyen különálló elemek. Tehát ezek szolgáltak arra, hogy a szerkezet tartós legyen. Tehát összesen ennyi tartja ezt a felső szerkezetet, ez a 12 technikelemekből megépült boltíves oszlop, és tényleg itt azért belátni valamennyire, hogy nincsenek bent tartó szerkezetek. És ez sem volt egyszerű összeépíteni, hogy ennek a, az átlátszó elemnek a két kis pöckét be kellett ott pattintani valamibe, és még ugye mellette ezeket is, tehát két kézzel kellett így fognom pattintani, és, egy új alá nyúlva még azt is a helyére pöckölni. Ezt nyolcszor kellett megcsinálni. Tehát nem mondom, hogy nagyon egyszerű volt minden magával ezzel az építéssel. Ez meg is látszik az építési időn, ugyanis majdnem kilenc órámba telt, hogy összerakjam ezt az épületet. Ugye ez nekem nem egyben leültem 9 óra, hanem csak az építés nézve 9 óra, tehát ugye mindig, amikor kipakoltam, elpakoltam, tehát nagyjából egy ilyen 10-11 óra alatt sikerült megépítenem, és nagyjából napi 2 órám volt, tehát egy ilyen 5-6 nap alatt sikerült összeraknom. És ugye maga látszik a dimenzióin is ez a nagyság. Ugye, ha az alaplapot nézzük, az 38,5 x 38,5 centi, tehát mondjuk egy 40x40-es négyzetet képzeljünk el a kilógó elemekkel együtt, magasságra pedig, és hoztam egy mérőszallagot. Hát igen, akárhogy nézem. 48-50 centi magas, tehát ténylegesen egy elég nagy dimenziójú LEGO készletről beszélhetünk, ugye ez a 4000 pár darabos készlet. A készletünk tartalmaz 11 minifigurát és kettő darab vonatot is, amik ugye benn állnak most jelenleg a pályaudvarban, úgyhogy külön fogjuk ezeket megnézni. A minifigurákat kezdjük először a férfi karakterekkel, mert belőlük van ugye több, Összesen 7 darab férfi karaktert kapunk, akik közül szerintem négy itt dolgozó van, három pedig utasként köszön vissza. Ugye itt a jobboldali figuránk, egy ilyen uh, igazolvány van rajta, egy tol van a nyakába akasztva, ilyen narancssárga, láthatósági mellénybe van. Ő szerintem vagy egy kalauz, vagy egy utas számláló figura lehet. Mellette, ugye a, az egyik munkást látjuk, aki az állomáson dolgozik vagy lehet az egyik masinista, mert spoiler, a vonatokhoz külön nem kaptunk személyzetet, tehát csak azok vannak, akiket itt látunk, így nekünk kell valakiket beültetni oda. A seprűt és lapátot tartó munkásunk valószínűleg a takarító személyzet egyik tagja, még a hotdogot kezünkbe tartó ilyen séf köppenybe egy baseball sapkába, a teraszon dolgozik a hotdog pultnál, ezt meg fogom majd mutatni, Nyárt hozzá egy plusz kukta sapka, tehát vagy a siltes sapkával, vagy a kukta sapkával állhat ő fent a teraszon. A három azon közül van egy kapboly kalapos férfi, egy ilyen szőrmedzsek is úr, aki, hogyha jól látom, a gamer tornament kamionbeli felsőtestet kapta, és van egy kisfiunk, akin hát ilyen gyűrűkura motívumok vagy viking motívumok fedezhetőek fel. Mindegyik felső testünk printelve van, és a legtöbb minifigura arcán is találunk valamit, tehát vagy egy borostát, vagy egy körszakát, vagy éppen egy szemüveget, vagy ceplőt. Talán a jobboldali figuránk az, aminek egy viszonylag egyszerűbb arca van. Leveszem a sapkájukat, és akkor megnézhetitek, hogy hogy néznek ki nélkülük. A fejfedők nélkül láthatjuk, hogy két minifiguránk ugyanazt a fejet kapta, méghozzá Jobbról és balról is a harmadik minifigura, csak a testük eltérő, így megnézhetitek, hogy milyen arcok vannak. Kabboly kalaposunknak, vagy vadőr sisakosunknak, már levettem a táskáját, hogy lássátok majd, hogyha megfordítom a printelését a ruhájának, viszont neki van egy hátizsákja. És akkor nézzük meg, hogy milyen kiegészítők vannak. A kisfiú hátán egy gitár van, kabátosunknak két bőrönd van a kezébe, a vadőrruhásunk hátáról ugye levettem a hátizsákot, a kezében van egy tiket, egy printeltelem és egy aktatáska. A szakácsunk kapott egy hoddogot a kezébe, a takarító munkásunk két takarítóeszközt, a vasúti dolgozónk, masinisztánk pedig egy piros zászlót. Megfordítom őket, nézzük meg a hátuljukat. És így megfordítva láthatjuk is, hogy egyik figuránk sem kapott második arc kifejezést, csak az van, ami az elejükön van, viszont legalább cserébe mindegyiknek a hátán van egy kis printelés, Igaz, némelyiken nem sok, például ugye a masinisztánkon az a két kék csík, vagy a szakácsunknál az a piros kis ink kivágás, de láthatjátok, hogy a kisfiúnak előről hátulról ugyanolyan a pulóver és mindenki máson van valami. Ami még fontos lehet, hogy a lábukon egyiknek se található printelés. Nézzük meg a női karaktereinket. Négy női karakterünk maradt, akiket láthatok, közülük három utazó és egy valaki, aki mivel ugyanolyan felsőteste van, mint a, akit kalauznak, utasszámlálónak mondtam férfi karakter, így mondjuk azt, hogy ő is itt dolgozik. Rajta is ez a fényvisszaverős mellény van, ott egy tolla nyakába és egy igazolványa van. Egy kis oldaltáska van átdobva a vállám. Van egy fotós hölgyünk, akin egy ilyen bőrkabátszerűség van, van egy mozgásérül tolószékes, és az ő segítője, akiknek az arca az szintén ugyanolyan, tehát itt is van egy arc ismétlődés. A kiegészítőkről, ugye itt a bal szélső lila ruhás hölgyünknek a kezében egy tiket van, egy ugyanolyan printelt elem, mint az egyik férfi karakterünknél, a jobb old szélsőnél egy fényképezőgép van a kezébe, ő a állomás tetejéről fotózgat, és az említett oldaltáska. Nézzük meg őket hátulról. És ami elmaradt a férfi karaktereknél, az bepótolták a nőivel, ugyanis itt mind a négynek van egy plusz reakciója is, bár nem tudom, hogy ezek mennyire illenek a szedbe, az a kicsit megijedős, az nem tudom, le akar éppen esni a tetőről, vagy, vagy miért olyan, elalszik a kalauz, ez sem annyira jellemző. A másik kettő, ugye, mivel ugyanaz a fejük van, ezért ez a napszömüveges, kicsit kirándulós, túrázgatós inkább. Itt is látszik, hogy printelve van valamennyire a torzók hát, a viszont a lábakon itt sem találkozunk printeléssel. Kettő darab ugyanolyan vasúti szerelvényt vagy mozdonyt kellett felépíteni. Most az egyiket mutatom nektek közelről teljesen ugyanaz volt az építés, tehát hogy semmi nem változik. A két oldala is ugyanannyi. Hat széles vonat, ugye így belülről négy széles vagon marad, ami kicsit szűkös. Én most építettem először ilyen vonatokat, tehát például én nem tudtam, hogy ez a hátsó rész, ez a, ez a hátsó rész, ez egy mágneses kis bigyó, és össze tud pattanni a kettő, ezért is lehet ugye így benézni itt, és az így néz ki, van mind a kettőnek egy ilyen kis áramszedője, és lényegében ennyi. Az egyetlen nagy problémám a vagonokkal, vagy mozdonyokkal, hogy nincsen rajtuk ajtó. Azaz, a minifigurák se beszállni, se kiszállni nem tudnak. Ugye jelképesen természetes, hogyha levesszük a tetejét, akkor bele tudjuk tenni, bár elég szűkös a hely, úgyhogy én a nagy ujjaimmal eléggé megszenvedtem. Megmutatom nektek, hogyan néz ki belülről. Kapunk egy ötüléses utasteret és egy kétüléses vezetői teret. Igaz, kétüléses, de ennek a kétülésnek jelentősége nincsen, így is úgy csak egy minifigura férbe, És ott ugye láthatjuk, hogy van egy printelt elem, ami a mozdony műszer falát jelezni. Úgyhogy így néz ki, négy helyen pattam fel a teteje, és megtaláltam, úgy, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben rárakni. Nagyon sokat szenvedtem vele, mert ö, nem akart belepattanni. Úgyhogy az lett a vége, hogy leszedtem azt a két kis elemet, mert ez a kettő elem, ez ö, hát eléggé szorul még, nem járatódott még be, és így nehezen pattant bele, úgyhogy a úgy lehet feltenni, hogy ugye ezt itt bepattintjuk, és akkor így végig viszonylag könnyedén, ezt kell még egy picit igazítani, levenni, visszarakni, és elvileg így rajta is van a teteje, viszonylag egyszerűen leszedhető. Így néznek ki a minifiguráink, ugye oda be tudunk küldetni egy sofőrt, és akkor ugye ide a székekre be tudunk küldetni minifigurákat, viszont ugye a kalauzunk áll. És mi van akkor, hogyha a kalauzunk áll? Ezt megmutatom nektek. Ugyanis ezt egy picit elszámolta vagy a legó, vagy a tervező is. Ugye, hogyha fölteszem a tetőelemet, amit így ugye mondom, kicsit nehezebb fölpattintani, akkor itt láthatjátok, hogy hát nem lehet letenni teljesen a feje miatt, úgyhogy ha le akarom zárni, akkor nem lehet, a minifiguránk feje löki ki, tehát nem fér el a minifigura állva ebben a vagonban. És van még egy dolog, ezt pedig úgy tudjuk a legjobban megnézni, hogyha kiszedem a minifigurát. Ugye ő még könnyen kijön. Mikor az ülőt akarom kiszedni, kijön vele az egész üléssor. Tehát annyira beleül, hogy kijön vele az egész üléssor, mondjuk. Ugye kettő ilyen egyes stat tartja a helyén, tehát nem csoda. Gondolom ez azért van így megoldva, hogy egyszerűbben be lehessen ültetni a minifigurákat. Ugye kiveszed, beülteted, visszarakod és sokkal egyszerűbb. Ugye ennyi visszarakni, hogy belejtem és benni is van. A sofőrünknél, vagyis a masinisztánknál ezt tudjuk előrehajtani és így kiemelni őt. És akkor számomra, ami újdonság volt, pedig már nagyon régóta szerettem volna vonatos szettet, de még nem sikerült szereznem, az ugye ez. És hát, ha másnak is az. Hopp, ezek mágnesesek. Mutatom még egyszer. Már ott látszik, hogy hopp, össze is húzta, és ha húzom az egyiket, akkor szépen gurul a másik. Így. Tehát ezek így egymást tudják mondhatni, és így tudnak menni a sinekem. Kezdjük innen az épületünket. Ugye itt egyből be tudunk nézni a két peronra, ahol ugye van ez a kikövezett tudorodó stados, ugye itt tudnak várakozni, bár ugye a rajz szerint ezekre a kiálló ten színűekre kell tenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a vakoknak van fenntartva, hogy tudják, hogy merre kell menni. Ugye ott a legvégébe lehet felmenni a tetőteraszra. Még itt oldalt is van egy terasz, ezt majd megnézzük, hogy hol forgatom. Mit látunk? Ugye bent a peronon, mind a két oldalon van egy ilyen kis ülés, és itt ezen az oldalon, ott, ott bent, ott van egy jegykiadó automata is, majd ahogy forgatom, megpróbálom betenni a kamerát és megmutatni közelről is. Viszont ami szerintem az egyik legérdekesebb része az egész szetnek, az nem más, mint ez a csillár. Ugyanis ez a csillár, ez ténylegesen egy láncon lóg lefelé a kupolából, és úgy kellett megcsinálni az egészet, fel van függesztve, tehát nem fixre kellett beépíteni, hanem ténylegesen egy mozgó csillárt kapunk. Ez a 19. századba, és hopp, mint ahogyan látszik is, ott fönt, ahogy mozgattam, a szerkezet megint elmozdult egy picit, úgyhogy azt majd helyre kell tennem. Nagyon nehéz mozgatni. Tehát tényleg ö, nagy a súlya, a lap mozog alatta, és, és el tud így mozdulni. És hogyha jól megnézitek, ez a tető, ez ennyi. Tehát, hogy ez így, ez így nincsen ide csatlakoztatva, ezt csak rá kellett tenni ezekre a fekete sávakra, és ennyit tartja az egészet. Itt volt a jobb oldalon kettő kis kiállósztad, amiben bele kellett pattintani, de semmi. Úgyhogy így áll az egész szerkezet, az egész tető, és ténylegesen itt látjátok, hogy nem tartja semmilyen oszlop, az a tartóoszlop ott, az egész, ami megtartja a teljes súlyt, és éppen ezért is mozog ki. Hát itt nagyon érdekesség nincsen, ez a vasútállomásnak a háta, úgyhogy ez csak egy egyszerű szerkezet, föl kellett építeni ugye ide a lámpáelemeket, meg magát az üvegbúrát, fönt több minden van. És akkor elérkeztünk a másik részéhez, ami ugye magát a lépcsőt. Tartalmazza, azzal, amivel fel lehet jutni, tehát ugye itt két oldalt fel lehet jönni, és ott középen van egy lépcső, amivel fel lehet menni a tetőtérbe, és ha megnézzük, akkor itt egy ilyen díszített kirakások vannak, azt jelképezik, hogy innen mennek be a vonatok, ez sokkal díszítettebb rész, tehát ez ez az egyik fő látványosság, bár ugye to tovább tudnak menni ott is, de nem is mutattam ott az alján, hogy ott, ott van ugye egy ilyen átjáró a sínek között, ez a rész nem kapott. Az korlátok ilyen rudakkal lettek megoldva, be kellett pattintani, és ezeket a régi típusú lámpákat kapjuk. Mind a két oldalon van egy fényjelző lámpa, ami ugye a vonatoknak mutatja, hogy mehetnek, vagy maradniuk kell. És itt a fő bejárata, magának a Stadgate Stationnek. Nem lett túl bonyolítva, Ugye kapunk egy lépcsőt, amivel fel lehet menni erre a terasz részre, kapunk egy lépcsőt, amivel be lehet menni a peronokra, valamint ugye kapunk itt, ezen az oldalon, egy mozgáskorlátozottaknak való pallót is, amivel fel lehet menni. Viszont, ha lehet ugye negatívumokat mondani, és miért ne lehetne, ugye nem szponzorált a videó, akkor itt van megint ez a csempe. Itt ugye ezt csempézni kellett, és sehol nem kapunk egy kiálló stadot, amire minifigurát rá lehetne ültetni. Csak föl lehet tenni, de egy picit megmozdul, ugye eldől, mert nem kaptunk semmi olyan elemet. Úgyhogy én itt is, aki egy picit tovább akarja fejleszteni, az nyugodtan tegye meg, cseréljen ki egy-két elemet, hogy a minifigura normálisan meg tudjon állni. A bejárat mellé kapunk két kis vázát virágokkal, ezzel még fel van dobva. Ha egy picit följebb megyünk, akkor látszik magának a főbejáratnak az órája és a díszítése. Ez itt a főbejárat fölötti homlokzati rész, kapunk középre egy denevér figurát, mellé két fekete minifigurát, két fekete bilincs öleli az órát, az óra fölött van egy ilyen kis díszítés, ugye a központban természetesen az órával is, két ilyen nagy fekete elefánt agyarszerűség díszíti még a főbejáratunkat. Ugye egy nagy totálban látszik igazán, hogy itt is kapunk egy teraszrészt, ahol ezek a régi típusú lámpák vannak, amiket nekünk kellett összerakni, így állítható karokkal rendelkezik, és magát a napernyőket is viszonylag ötletesen kellett összerakni. Látunk még itt a sarok be egy kis virágot. Itt van maga a felső terasz rész, ugye itt lehet feljönni egy lépcsőn, itt van kettő darab kiülünk ott a virág, két lámpa, és középen van egy újságos stand, ahol a Lego News-nak az újságját lehet olvasni. És akkor itt van a fönti terasz rész, ahol ugye a korlátot ilyen homokszínű ez a ten szín, ha jól emlékszem, ilyen homok színű tojások díszítik, és láthatjuk, hogy hogyan néz ki ez a felső szín. A kupola van a központban, és ott középen lehet látni, hogy ott így lelóg a lánc, ott mozog is egy picit, hogyha megmozgatom, akkor látjátok, hogy mozog a lánc, és azon lóg a csillár. Ezt így kellett itt fönt így bepattintgatni, és akkor egy ilyen négyzetes elem tartja az egészet. Tehát az sem fix, nincs bepattintva sehol, hanem ezek az elemek vannak alárakva, és azt tartja meg lényegében. Úgyhogy ez is ötletes megoldás volt a készítőtől. Nekem kifejezetten tetszik. Nem azt mondom, hogy a világ legstabilabb dolga, de azért ugye kapunk itt is érdekességeket itt fönt kapunk egy egészen érdekes kis lounge részt. Ilyen bőrüléses kanapékra lehet kiülni, amik napernyőkkel vannak védve, meg egy kis virág is van ott köztük, és oda ki lehet ülni a minifiguráknak. Kapunk kettő távcsövet, egyet itt, egyet pedig a másik oldalon, amivel lehet szemlélni a várost. És Ugye ezen az oldalon pedig megkapjuk a standot és egy virágot. A két oldalára is kapott két-két homlokzatot órával, egy ilyen egybefüggő díszítéssel, valamint fekete virágelemekkel. És az egy ötletes megoldás, hogy egy autókerék ívét kellett betenni. Így kaptuk meg lényegében az oldal homlokzatát magának az épületnek. És hogyha megforgatom, akkor végig tudjátok nézni, hogy hogyan néz ki a kerítés közelről. A fények elnézést ez a, az üvegkopola, meg maga az üveg oldal kicsit veri vissza a lámpák fényét, de szerintem azért így is látható. Hopp, ez elmozdult, ugye itt is ilyen lámpa megoldások. És lényegében ugye így néz ki, látszódnak, hogy távcsövekkel lefelé tudnak nézni. És ilyen maga a vasútállomásunk. Menjünk be egy picit a benti részbe, és nézzünk szét. Itt láthatjátok a peront, és ott van az a jegykiadó automata, amiről beszéltem, és még ugye kukákat is elhelyezett a Lego, tehát nem kell szemetelni. Ott a jegykiadóautomata, és ott is van benne egy jegy, valaki ott hagyta. Meg tudjátok nézni, hogy mi is tartja lényegében ezt az egészet. Hát nem sok minden. Ugye ez, ez az elem itt. Tehát ennyi. Egy ilyen bolti vezet keresztoszlop. Az a másik, az a lépcső, az nem tart semmit. Tehát az sem olyan stabil, hogy tartana valamit. Nézzük meg a másik oldalt. Hát ott ugye csak egy stadgét felirat van, meg maga a lépcső, ami felvezet, úgyhogy semmi különleges. És akkor közelről itt a csillárunk, így lóg lefelé, és ha felnézünk, tényleg ott a lánc, és akkor megpróbálok felmutatni, hogy hogy néz ez ki. Tehát így néz ki a kupola belülről. És akkor itt van a kupolánk kívülről, ugye nem csak, tehát nem ezek az oldalsó elemek tartják, hanem ott látjátok, bent vannak ezek az átlátszó elemek, na a lényegében azok tartják az egészet, ezt akár ki is hajthatom, és akkor, hogy be lehet nézni, hogy mi is, hogyan is néz ki ez a kupola belülről, tehát így, így épül fel, láthatjátok, hogy milyen, és akkor, hogy itt van a tetőn, ez a csúcsüves szerkezet, és ez tartja ugye az egészet. Megpróbálok itt is egy picit elhajtani, és itt megmutatni nektek, hogy ez így épül fel, tehát ennyi. Ezek a, az átlátszó elemek tartják fent ezt az egészet, és onnan lóg lefelé a csillár. Úgyhogy ez nekem egy nagyon tetsző és ötletes megoldás, szerintem. Ezt lehetne alkalmazni máskor is. A kitalálója nagyon jó volt ennek a szertnek ilyen szempontból. Nézzünk be itt ezen a lépcsőn. Ugye ezt mondtam, hogy ez se tart semmit. Ugye itt lehet lemenni, és. Ha lemegyünk, akkor ide jutunk, ugye, itt. Itt megyünk le, és akkor ez még az a lépcső elem, amivel ugye a peron egyik oldalára, vagy a peron másik oldalára tudunk átmenni. Ez az árkád rész, ami itt a legelején van, a főbejáratnál. Ugye idés ilyen lámpákat kellett felrakni, és így vannak megoldva ezek a díszített oszlopok. És akkor még nézzük meg így, hogy a vonatok is benne vannak. Ugye ezt a kettő vonatot kaptuk, amit mutattam, ugye a mágnessel összecsatolható, és akkor egy vonat is lehet. Úgyhogy itt van így, ilyen a Stadgate Station. Összegezve, ez a SET egyszeri alkalommal volt megvehető, 130 ezer forint körül volt az ára. De most már ugye a másod piacon, ilyen 300 ezer forintos áron láttam ezt kirakva. Aki akkor nem vette meg, az sajnálhatja, mert ugye másodpiacon még drágábban lehet majd beszerezni. Aki szereti a city mint ahogyan én is, annak egy nagyon szép darab lehet a városába beépítve. De ugye sok egyediség, Nincsen benne, tehát ugye itt nincsenek egyedi minifigurák, nincsenek nagyon egyedi elemek, ez ténylegesen csak egy exkluzív egyedi set, tízezer darab van belőle a világon. A set nagyságával együtt jár a sok-sok extra elem. Ugye ebben a setben, magában a vasútállomásban olyan sinek találhatóak, amik tényleges legó sinek, tehát össze lehet párosítani bármilyen vonatos készlettel és mivel csak 6 darabot kellett betenni, de négyes pakkal adta a marad hogy maradt kettő vasúti sínem, amit majd ugye be lehet építeni a terepasztalba, és itt láthatjátok, hogy mennyi extra elem van. Igazából ami ugye extra lehet az a lánc, a többi azok a szokásos kis egyes elemek, meg kis rudak. Mikrofon, ez lámpatartó itt a szedben, csak az már annyira be van építve, hogy nem tudtam megmutatni. De itt láthatjátok, hogy elég sok extra elemet adott a Lego ajándékba, amit akár máshova is be tudtok építeni, de talán a két sín is elég jó lehet. Árérték arány van, ugye elnézve a mostani 4000-es szetteket, szerintem ez még olcsó volt, ez most már hát olyan 200 ezer forint körül lett volna, szerintem, bár nincsen IP, úgyhogy lehet, hogy csak 150-160 ezer forint körül mozgott volna, de biztos, hogy drágábban jutottam volna hozzá idén, mint ahogyan tavaly megrendeltem. Ezért is örülök, hogy sikerült erre lecsapnom, ugye a másik mellett. Én kifejezetten szeretem az ilyen szetteket, nagyon jól fog mutatni, ha egyszer elkészül a terepasztalom, addig pedig tárolom. Nem fogom szétszedni, nem szeretek szettet szétszedni, inkább elrakom így, és ami a nagy hátránya lehet, hogy hát ezzel nem fognak a gyerekek játszani. Mondjuk talán ők még bele tudnak mászni középre, azért itt ez nem egy egyszerűen leemelhető tető, és be lehet pakolni, meg be lehet élni a figurákkal. Kívülről jobban be lehet élni szerintem, mint belülről, de ezt látjátok a felvételeken, a fotókon, amiket készítettem meg a bírólokon, hogy én hogyan képzeltem el ennek a Stadgate Stationnek a berendezését. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha nektek is legalább annyira tetszik ez, mint nekem, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra, és ha szeretnétek hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel az oldalamra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesítést kapjatok a csatornán megjelenő LEGO bemutatókról. Ne felejtjétek, idén is volt Bricklink Designer program, ugye március végéig lehetett szavazni, hogy miket válasszanak ki, és mikreből lehessen majd végső szett. Ha jól olvastam, akkor jövő áprilisban lesz majd ugye az a nap, amikor pár óraig meg lehet majd vásárolni újra 5 darab exkluzív szettet. Ugye ezek a szettek, ezek 10.000 darabos példányszámban készülnek, és elég limitált lesz másodpiacon, jóval drágábban fognak menni, még talán összerakott állapotban is. Úgyhogy már ennyi, sziasztok!